Hát ez a sötét újkor, ez lényegében azt akarja jelezni, azt a korszakot, amiben mi élünk. Mm-hmm. Ugye ez a, mondjuk úgy talán, hogy a legújabb kor. És én úgy gondolom, hogy ez a felvilágosodásnak a végét jelenti. Az is az a cím, hogy búcsú a felvilágban. A felvilágosodás az lényegében a nagyobb szabadsággal és a nagyobb igazságossággal köszöntött be az emberiségre, ezt ígérte. Mm. Tehát például olyanokat ígért, hogy nem kell fosztogatni az embereket például földjáradékkal, nem kell fosztogatni az emberiséget kamattal. Tehát olyan igazságos viszonyokat kell a gazdasági életben megteremteni, amelyek lehetővé teszik az egyenlő esélyek alapján a szabad kereskedelmet. Na most ugye azáltal, hogy a pénzrendszer az egy magánpénzmonopólium lett, és a pénzrendszert működtető mechanizmus, a kamatmechanizmus, ezáltal lényegében létrejött egy olyan szivattyú rendszer a világgazdaságban, amely az emberiség szintet egészének, hogy most már Kína, stb. Már kezdenek kiválni olyan önálló részek a világgazdaságból, de azért, hogy úgy mondjam, még domináns az a rendszer, ahol a kamatszivattyú és a profitszivattyú segítségével lényegében egy 300 szupergazdag családból álló világelithez, amelynek a létszáma kb. 6000 fő, ezt ugye nem én számoltam ki, hanem van egy David Rothkopf nevű egyetemi tanár, aki erről írt egy könyvet, az a cím, hogy Super Class, vagyis a Super Osztály, tavaly jelent meg, és ő bemutatja, hogy itt lényegében 300 szupergazdag dinasztiáról, elsősorban bankár dinasztiáról van szó, kb. 6000 főről, akik óriási mennyiségű pénzzel rendelkeznek a globálisan működő pénzszivattyú és kamatszivattyú révén, olyannyira, hogy például ugye a leggazdagabb családok, 300 közül is ugye elsősorban mondjuk a leggazdagabbak, ugye a Rothschild, a Rockefeller, a Warburg, a Montefiore. Szóval, de például a Rothschild családról azt mutatják ki a szakértők becslés szerint, hogy a család fel nem osztott családi vagyona, tehát nem az, ami a egyes családtagoknak a személyes tulajdon a 2-3 milliárd, hanem a család fel nem osztott vagyona, az eddig úgy volt, hogy a becslés, hogy 100-tól 360 trillióig. Na most a trillió az angolul értendő, vagyis hogy 1 trillió 1000 milliárd. Ugye, mert az angolok másképp számolják, mert náluk a billió a valójában a milliárd. Tehát itt arról van szó, hogy ha a trilliót 1000 milliárdnak veszem, akkor a korábbi becslés szerint 100-tól 360-ig terjedt a például a Rothschild család fel nem osztott családi vagyona, most ezt már 500 trilliónak mondják. 500 trillió, majdnem mindenütt a becslés. Azért becslés van csak, mert ugye ez olyan vagyon, ami nem öröklődik, amiről nem készül vagyonleltár, ami után nem fizetnek örökösödésére. Ez egy fel nem osztott, ez el van osztva több mint 30 ezer alapítványba, a legkülönfélébb ilyen vagyonőrző, vagyonmegtartó struktúrák kezelik őket, és hát természetesen ez a pénz benne van a kereskedelmi, a legnagyobb kereskedelmi bankokban, természetesen óriási jövedelem jön a lényegében ennek a, tehát a Rothschild ház által irányított ilyen szupergazdag pénzkartelnek a tulajdonában van ugye a Federal Reserve System, amely mindig kezdettől fogva magánbankok volt, de ellátja az Egyesült Államok Központi Bankjának a szerepét 1913. december 23-a óta, és hát természetesen ide tartozik ugye a Bázeli Bank, amely a Magyar Nemzeti Bankot is, mert a Magyar Nemzeti Bank az kizárólag a svájci Bank of International Settlement-től, tehát a Bázelben működő
Rothschild érdekeltségbe tartozó nemzetközi fizetéseknek a bankjától kapja az utasítást, oda tesz jelentést, tehát Surányi, Járai, Bot Péter Ákos, Simor András, ezek Bázelba tesznek jelentést, és onnan kapják az utasításokat, ami elég faramuci dolog, mert a Magyar Nemzeti Bank az eltérően például a Federal Reserve Systemtől, amely, vagy a Bank of Englandtől, amely azt jelenleg megint magántulajdonban van, az ilyen változott a történelem során, ugye 1694 éve jött létre. Szóval lényeg az, hogy a pénzrendszer tehát úgy működik, hogy ezek a dinasztiák irányítják, és hát a Rothschild dinasztiának óriási vagyona. Most visszatérve erre a könyvre, azt tudom mondani, hogy itt tehát teljesen meghamisították a felvilágosodást, mert nemhogy nem jött létre szabad piac, az nem véletlen, hogy tehát a klasszikus liberális közgazdaságtannak a megalapítói erkölcsfilozófusok voltak. Hát ugye Adam Smith az erkölcsfilozófiát tanított a skóciai egyetemen, meg a David Hume, meg a többiek. Ezek erkölcsfilozófusok voltak, mert valójában látták, hogy azáltal, hogy hódító háborúk vannak, és a földtulajdon átmegy a hódítók kezébe, de ők nem dolgoznak, hanem szedik a földjáratékot meg, hogy ez igazságtalan. És igazságtalannak tartották tulajdonképpen az, hogy kamat formájában látelepedik egy ilyen parazita jellegű pénzelvonás. Ezt is igazságtalannak tartották. Tehát ők egy igazságos, erkölcsös gazdaságot gondoltak, hogy mert az azon alapuló szabad verseny, az megteremti azokat gazdaságilag is erkölcsös viszonyokat, amire tulajdonképpen egy erkölcsös társadalom épület. Ehelyett az történt, hogy további ilyen parazita járadék elvonás telepedett a gazdaságra, teljesen deformálta, és ezáltal teljesen deformálta a társadalmi viszonyokat is. És maga a modernizáció is, amivel indult a felvilágosodás, ugye, az is ugye kezdettől fogva két irányú volt a technikai modernizáció és a társadalmi viszonyoknak a modernizációja, ami alatt az igazságosabb társadalmi viszonyokat éri. Most már a társadalmi igazságról egy szó nincs, az elavult, az a felett eljárt, csak a technikai modernizációról van szó, ami persze szintén fontos, mert nem mindegy, hogy ugye most már van rádió, telefon, tévé, internet, rakétatechnika, nanotechnika, repülőgép, stb. Ez nem mindegy. De azért itt arról van szó, hogy ez a technikai modernizáció valójában, mivel nagyon igazságtalanok az elosztási viszonyok és a társadalmi viszonyok, lényegében ennek a szűk hatalmi elitnek teremti meg azt a lehetőséget, hogy az létrejöjjön, amiről Carol Quigley, az az egyetemi tanár, akiről egyedül megemlékezett a két beiktató beszédében, például Clinton elnök, aki a Georgetown Egyetemnek volt a történész professzora, meg az Amerikai Történész Társaságnak volt az elnöke, meg a legnagyobb amerikai történész folyóiratnak a főszerkesztője is, és a nagy egyetemeken, MIT, Harvard, Yale, Princeton, Stanford mindenütt tanított, és az Egyesült Államok tábornoki karának is oktatta a történelmet, és akiket ez a 300 dinasztiát felölelő pénzkartel a saját házi történészének tekintett, kedvelt, és ezért megengedte neki, amit se azelőtt, se azóta senkinek nem engedett meg, hogy a saját legtitkosabb házi archívumaikba is kutathassa, mint történész, neki megengedte, meg kedvence volt, és ez az ember, Carol Quigleynek hívják, már nem él, de ez az ember írt a kutatásai után egy 2000 oldalas könyvet, hogy Tragédia és Remény, és Tragedy and Hope, és ebben
a rövidített változata is 1350 oldal. Na most ebben, ennek a rövidített változatnak a 324. oldalán írja azt, hogy, hogy igenis létezik egy ilyen világuralmi pénzügyi elit, amelynek van egy világstratégiája, amely abból áll, hogy megszerezze a központi bankok rendszerén keresztül a világ pénzrendszerének az irányítását, és ezen keresztül a világ politikai rendszerének az irányítását, és ennek a segítségével létrehozni egy központból irányított, de feudális módon a magánérdekeknek, tehát a szervezet magánhatalomnak alárendelt olyan világot kell létrehozni, ahol lényegében mindenki, miközben demokráciára hivatkoznak, a közérdekre hivatkoznak, valójában a nyers önző magánérdek tud korlátlanul érvényesülni, mert a magánérdek érvényesítésének a leplezett formája az, amit liberális demokráciának neveznek. És ezért ez a Carol Quigley végül megmondta, hogy igenis létezik egy ilyen világstratégia, Benrath-szerű kuta ott volt, aki vele vitába akar szállni, az szerezze meg ő is magának azt a jogot, hogy engedjék be ezekbe a titkos archívumokba kutatni, mert neki megengedték, és megírta az igazat. Igen, az a cél, hogy ez a szuper elit létrehozzon egy erősen központosított, de a szervezet magánhatalom irányítása alatt álló világrendszert, ahol mindenki nekik dolgozik. Mert ugye az ember munkáját el lehet venni egyrészt fegyveres erőszakkal, lásd kommunizmus, rendőrállami eszközökkel, másrészt mindenféle pénzügyi trükkel el lehet venni, és lehet egy ilyen világrendszert létezni. Na most Magyarország ugye az észak-atlanti hát államcsoportba belekerülve, ugye lényegében ennek a globálisan megszerveződött pénzhatalomnak a provinciájává vált, de úgy is mondhatnám, hogy a gyarmatává. Mert olyan pénzviszonyokat eszközöltek, tehát olyan pénzviszonyokat kényszerítettek, és tulajdonviszonyokat kényszerített ez a szervezett magánhatalom rá az országra, hogy tavaly is ugye 2321 milliárd ment úgy Magyarországról ennek a pénzkartelnek a struktúrájához, hogy Magyarország egy gyufás katuját nem kapott érte cserében. Na most ez a könyv arról szól, hogy ez a szervezet tehát egyrészt, hogy a teljesen elfajzott, degenerálódott a felvilágosodás, mert az teljesen át lett értelmezve. Például a szabadság ennek a pénzuralmi világelitnek nem azt jelenti, hogy az egyenlő esélyek alapján folyó szabad versenyen alapuló gazdasági szabadság és társadalmi cselekvési szabadság, politikai és szabadságjogokkal, hanem számára azt jelenti, hogy azoknál, akiknek ez az óriási pénzmennyiség van, azoknak a szabadsága olyan mértékű legyen, hogy korlátlanul visszaélhessenek mások szabadságával. Vagy számukra a szabadság a szabadsággal való visszaélés korlátlan szabadsága. Tehát minden elfajzott, degenerálódott. És a felvilágosodás is degenerálódott. Haldoklik. Hullaszagú lett. Erről szól a sötét újkor. Ez hullaszagú. Mert ez nem az életkultúrája. Az életkultúrája az, hogy az embernél maradjon a saját munkájának az eredménye. De ehhez új tulajdonviszonyok kellenek, amit ez a pénzuralmi világelit nem fog megengedni, és jelenleg minden hatalmi pozíció a kezében van. Igaz, hogy már formálódik egy olyan geopolitikai tömörülés, amely próbál ennek ellenállni, itt a SCO-ra gondolok, Shanghai Cooperation Organization, amiben ugye Oroszország, Kína, bizonyos fokig Pakisztán, India és Irán, Tehát Brazília. Tehát Brazíliáról is beszélek, mert Brazília is ebbe az irányba fordult el. Tehát formálódik, de azért még mindig ezé a világrendszeré, ezé a pénzuralmi világrendszeré hogy úgy mondjam, az irányító hatalom, és az, hogy ezek milyen kifejezetten a bűnözés kategóriába tartozó pénzügyi technikákkal fújták például azokat a pénzbuborékokat, ahol
700 trillió dollár semmisít meg. Arról szól ennek a könyvnek a jelentős része, mert végigmegyek az összes ilyen buborékon, és hát, tehát még egy fejezet arról szól, hogy kikből áll személy szerint ez a világot irányító globális uralmi elit. Tehát erről szól a sötét újkor. Persze bizonyos felcsillant olyan lehetőségeket, ahogyan ennek a pénzuralmi világelitnek a szorongatásából ki lehetne kerülni, de ennek az alapfeltétele, hogy meg kell érteni ennek a fosztogató, parazita pénzrendszernek a működését, amelynek az a lényege, hogy egy szűk hatalmi elit állítja elő az egy szükséges, de egyébként semmilyen értéket nem hordozó jeleket, a pénzt, és ezt elképesztő kamatsarcér adja oda használatra azoknak, akik a értéktermelő munkát elvégzi. Na most, ha az emberek nem értik, hogy erre a bankrendszerre és ezre a pénzrendszerre nincs szükség, ez fölösleges, akkor soha nem fogják tudni megérteni, hogy lehet eltől az életerőt elszívó parazita rendszertől megszabad. És itt rendszerbe kell gondolkodni, olyan értelemben nem lehet egy személyhez kötni, mert jöhet bármilyen személy, de ha a rendszer marad, akkor az parazita marad, az a halál kultúráját fogja, a pusztulás kultúráját, mert ugyanis ez a rendszer állandóan a beteges növekedést forszírozza, pusztítja a termelési környezetet, a nem pótolható energiaforrásokat, holott az emberiségnek nem folyamatos növekedésre van szüksége, nem fenntartható növekedésre, eznek nincs értelme, ez értelmetlenség, hanem fenntartható erőforrásokra van szüksége, hogy az életet fenn lehessen tartani. Erről van itt szó. Ez a könyv érdekes módon, ez a sötét újkor, erre sokan azt mondják, hogy az én legsikeresebb könyvem, az a 15. könyvem, nagyon jól fogy, az igaz, de azért mégse ez a legsikeresebb. Mert a legsikeresebb, nem tudom miért, az az Uzsora civilizáció harmadik kötete lett. Mert abból 4 kiadás elfogyott. Én nem tudom, hogy miért az a legsikeresebb. Mert én ugyanolyan lelkismeretesen megcsináltam az első kötetet, és a harmadik lett a legsikeresebb, mindegy. De most azt mondják, hogy ez, hát adnak most már körülbelül ugye 10 éve, ez a mostani, az örülök ennek, mert azért ez azt jelenti, hogy sok ember fölismerte, hogy itt az ő életéről van szó. És nagyon sajnálom, hogy a jelenlegi nemzeti kormányzat, amelyhez én sok reményt fűztem, például nem érti azt, hogy amikor majdnem 3000 milliárd forinthoz hozzájut, például ugye a csaló, mert az egy csalás volt, az egy olyan csalás, amit ránk kényszerítettek, olyan országok, akik magukat megofták attól, hogy ugye nyugdíjpénztárakba tereljék ezt a pénzt, és nem érti ez a jelenlegi nemzeti kormányzat se, hogy itt nem az, ezzel a pénzzel nem azt kell kezdeni, hogy akkor az a nyereség, hogy már nem fizettek utána kamatot. Tehát amikor visszajött ez a pénz, akkor kapott az ország egy olyan eszközt, amit akárhogy ezt az összeget megötszörözve tudná képíteni a teljesen gyalázatosan, kártékonyan leépített mezőgazdasági vertikumokat. Például a növényolajipari vertikumot, a cukoripari vertikumot, és így tovább, ugye? És ezt azonnal befektetni kellene ezt a pénzt, és a hozamából röhögve 600% kamatot ki lehetne fizetni, és akkor kapna egy rakétaszerű lökést. De egyszerűen a jelenlegi nemzeti vezetés se ért a pénzrendszerhez. Tanulniuk kellene, beleértve Orbán Viktort is, tanulni kellene neki is, hogy kell a pénzzel bánni, mert sajnos a jogot végzett, és nem ért hozzá. Sajnos, hogy ezt kell mondanom, pedig én segíteni akarom őt. De nem ért, ha erre használja a pénzt, amire fordítják, hogy csak törlesztik fel, akkor, mert ez egy nevetséges dolog, már akkor törlesztve volt, viszont visszakapták az abát, törlesztés meg, ezt most befektetni kellene. És ezt nem látom. Ez azt jelenti, ha pedig a miniszterelnök ezt nem csinálja, az azért van, mert nem ért a pénzviszonyokhoz. Vagy olyanokra hallgat, akik pontosan ennek az ellenérdekű szervezett magánhatalomnak, a bankhatalomnak az érdekeit súgják állandóan a fülébe. Hát erről van szó, nem, hogy a politikai elit korrupt.
Én nem csak erről van szó, én állítom, hogy a jelenlegi nemzeti kormányzatnak egy részére nem lehet azt mondani, hogy korrupt, most nem azt mondom, hogy az egészére, mert hát ezek rejtett technikák, hanem itt arról beszélek, hogy nem ért az, hogy a pénzt hogy kell forgatni, hogy kell a pénzzel a reálgazdaságot működtetni, nem ért hozzá. Nekik mindegyik felső vezetésnek el kellene egy éves kurzust végezni azzal, hogy hogy kell a pénzzel bánni. Kész. Ha visszajön közel 3000 milliárd, az nem azzal csökken, hogy én akkor nem fizetek hozzá 6% kamatot. Nem. Ezt a pénz, ez nálam van, ez a pénz, ez egy olyan pénz, ami a kezemben van, ezt azonnal el kell kezdeni a reálgazdaságba befektetni. Hát ez itt a problémám. Tehát azért nem tudnak tulajdonképpen ezzel a pénzuralmi diktátummal szembeszállni, mert nem értenek hozzá, hogy kell a pénzt használni. Kész. Nem értenek hozzá. Kimerem jelenteni, hogy sajnos a miniszterelnök se ért hozzá. Hallgat olyanokra, akikre nem kellene. De én nem fogadom el azt, hogy ez az egész vezetés úgy, hogy van korrupt lenne. Nem, biztos vannak. Ahogy voltak a másik kormányzatok alatt is megvoltak az csatornák, ahol ugye a korrupciós pénz ment, például a pártok finanszírozására. Valószínű, hogy itt is vannak ilyenek, de én azért... Neked semmi személyes kapcsolatod nincs a politikai elithez? Nincs semmi, azon kívül, hogy démonizálnak, és minden eszközzel kizárnak a tömegtájékoztatásból, azon kívül más kapcsolatom nincs velük. Ennek rengeteg hátránya van, mert az a 600 könyv, amit én már mégis áttanulmányoztam, és amiből ez a 15 is megszületett, jön a 16. Az ebből leszűrt tudás nem tudom átadni a társadalomnak, mert elzárnak előle. Démonizálnak, majd hogy az ördög is már egy kitűnőbb szalonképesebb, mint én. Szóval te meg a magára, Citi, ketten vagytok a csúnya emberek, hát, összeesküvés, hát igen, úgyhogy miért, hogy közben ugye mi az, hogy összeesküvése? Hát az összeesküvés elmélet az, hogy van egy ilyen világstratégia, amit ugye megír ugye ez a főáramlató, azért mondtam, hogy ez az ember a szervezett pénzhatalomnak az embere volt, és a könyvének a címe is, Carol Quigley-ről beszélek, a tragédia és remény. Ő azt nevezte tragédiának, hogyha az emberiség nem fogadja el a nemzetközi pénzkartelnek ezt a stratégiáját, mert akkor az világháború lesz, pusztulás lesz. És az a remény, hogy elfogadja, és önként beáll ebbe a rendszerbe. Na most ez a Carol Quigley is kegyvesztett lett. Mert ezt ugyan benfenteseknek írta meg, de csak hát mások kezébe is került a könyve, és akkor gyorsan a klisét megsemmisítették, kivonták a forgalomból. Na most ugye az a helyzet, hogy ez a szervezett magánhatalom ma Magyarországon erősebb, mint a közhatalom. Mert ugye mindig az látszik, hogy a közhatalom, így a közhatalom az az államhatalom. Amely még el van kötelezve ugye a közügyeknek, neki szolgálnia kell azokat, akik megválasztják, tehát tekintettel kell lenniük az ő alapvető szükségleteikre, érdekeikre és értékeikre, és így a közjónak kényszerűen el vannak kötelezve. De ezek szemben a sokkal erősebb szervezett magánhatalom, az abszolút mehet nyersen a legdurvább önző önérdeke iránt, mert soha a választók elé nem kell állnia, és ugyanakkor minden fontos eszköz nála van, mert ő dominánsan a gazdaságnak az ura, a nagyipar kizárólag nála van, akkor teljesen 100%-ig nála van a pénzrendszer, a kulturális szférában még mindig érintetlen a hegemóniája, a véleményhatalomban áttörhetetlen fölénye van, mint a tömegtájékoztatási eszközökben, és egyedül neki van olyan nemzetközi hálózat, amely gombnyomásra, ha akarja, bárki itt mond valamit, és gombnyomásra lehozza a világsajtó, mert ez egy hálózat.
Egy szervezet magánhatalom. És ugye az Európai Unió, amelyről egyik kormányzat se jelenleg is hajlandó megmondani, hogy mibe kerül Magyarországnak, hogy ez évente legalább 4500 milliárd forintjába kerül, ahogy azt kiszámolták különböző pénzügyi szakértők, akik közül van olyan, hogy lehúzott 30 évet a pénzügyminisztériumban, meg a tervhivatalba, és kérem szépen, nem mondják meg, hogy nekünk mibe kerül ez az Európai Unió. Mindig arról beszélnek, hogy ilyen támogatás, olyan támogatás. Holott a támogatás egész kerete is csak a fele annak, amiben nekünk az Európai Unió kerül, és a támogatási keretből legfeljebb a felét, kétharmadát tudjuk úgy visszapályázgatni kinkeservesen és utólagos kaszírozással, ellenben amit mi fizetünk, az azonnal fizetni kell, mert miből jön össze ez a 4500 milliárd? Ez abból jön össze, hogy kérem szépen, nekünk fizetni kell ugye a tagdíjat, amit a közel 500 milliárd minden évben átutaljuk Brüsszelnek. De máról nincs szó, hogy 100%-ig kiesett a költségvetés egyik legnagyobb tétele, a vámbevétel. Az elesett az Európai Unió miatt. Aztán itt bebetonozott egy olyan kártékony, elavult gazdasági struktúra, termékszerkezet, ahol a cserearány robbáson több mint 1000 milliárdot veszítünk minden évben. És az az Európai Unió miatt nem lenne, mert az Európai Unió, amely ennek a szervezet pénzvilághatalomnak az az intézménye, amit azért hozott létre, mert így a legolcsóbb megszabadulni a főellenségnek számító nemzetállamoktól. Egyszerűen bekényszerítik egy ilyen nemzetek feletti bürokratikus struktúrába, elveszik a döntési jogköröket a tagállamoktól, azokból önálló nemzetállam helyett, amely önálló érdekérvényesítésre képes, lesz belőle egy kulturális provincia, amelynek önérdek érvényesítésre képes, és akkor jönnek azok a gyalázatos képmutató dolgok, mint például a Velencei Bizottság, amelynek egy szava nem volt, hogy a magyar kisebbségeknek sehol nincsenek kollektív jogai, és akkor jönnek ezzel a pisis, nevetséges, hogy is mondjam, taknyos érveléssel, hogy csak az rossz, amikor a magyarok megpróbálnak valami morzsákat a nemzeti érde. Egyszerűen nem tudok olyan szót mondani, amivel kulturált módon ki tudnám fejezni, hogy ezeket a csúszó-mászó, magukat okosnak kiadó, de valójában a nemzetközi pénzkartel cselédjei, például Velencei Bizottság, mert hogyha ők egyenlő mértével mérnek, miért nem tudnának legalább egyetlen egyszer a szót emelni azért a gyalázatos bűncselekmény ellen, hogy Versailles-ba, Trianonba egyedül a Kárpát-medence egyetlen nép ellen nem tudták alkalmazni az egyik nemzetközi elvet sem, mert a magyaroktól megtagadták a történelmi elvet, megtagadták az etnikai elvet, megtagadták a magyaroktól az önrendelkezési elvet, minden más népnek elismerték, és a Velencei Bizottságnak, amelyik most álszent, képutató, szervilis módon, most itt mindenféle módon beleköt ebbe a kísérletbe, ebbe a magyar alkotmányozásba, egy szava nem volt. Tehát ezek az emberek teljesen hiteltelenek a számomra. És itt is mutatja, hogy ők sem egyébek, mint a nemzetközi pénzkartelnek a cselédjei, ideológiai cselédjei. De mondd, hogy lehet ebből kijönni, azt mondd el? Egyáltalán elvileg... Ebből úgy lehet kijönni, mert most is folyik ennek a nemzetközi pénzkartelnek gyalázatos, fosztogató, buborék fúvásai újból beindultak. Én itt leírtam ebbe a könyvbe az eddigi buborékokat, de azóta már két másikat kezdtek bújni, azt még nem írtam le. Na már most itt arról van szó, hogy először is az emberiségnek meg kellene érteni, hogy működik. Az emberiségnek meg kellene tudni, hogy a pénz, minden pénz semmilyen értéke nincs. Erre a bankrendszerre úgy, hogy van, nincs szükség. A kamat az pedig, az nem véletlen, hogy például az Ószövetségben
Tiltva van, hogy zsidó a zsidótól kamatol. Ha a kamat tisztességes dolog lenne, akkor miért tiltaná meg a Tóra az, hogy a zsidó a zsidótól kamatot szedjen? De bezzeg mindenki mástól lehet kamatot szedni. És Jézus is a kamat ellen volt. Akkor tulajdonképpen valójában a keresztény egyházakat megerőszakolták, mikor visszahozták a kamatot. És ebből a szempontból igenis a sokkal gyalázott iszlám sokkal inkább erkölcsösebb, mint a kereszténység, mert az iszlámban is még mindig az van, hogy héte olajsejk, ha pénzt akarsz, több pénzt, akkor a meglévő pénzedet fektesd be a reálgazdaságba. Legyen belőle munka, termék és szolgáltatás. Igen, és ha azon van haszon, akkor azon lehet osztódni, de ha veszteség van rajta, akkor a veszteséget is viselte. Ezzel szemben a jelenlegi pénzkartel, amely a levegőből áll, és ugye a magyar bankárok is úgy, hogy van, hazudnak. Mert azt hazudják, hogy azért kell ilyen kegyetlenül viselkedni, mint amilyen a nevetséges közröhely, az, amilyen megállapodás devizügyben kötöttek, az a kormányzat, a jelenlegi kormányzat legszégyenletesebb, szégyelje mindenki magát, aki ebbe belement, legszégyenletesebb, hozzá nem értőbb, vagy ha értenek hozzá, akkor leggyalázatosabb megállapodása, mert ugyanis ez egy közönséges csalás folyamat volt, carry trade, amit az osztrák bankok csináltak, de ugyanabban a pénzkartelnek a birtokában van. A másik pedig igenis az, hogy ezt a még Róna Péter is azt mondta, hogy ezek hibás termékek. Tehát így, ahogy van, de itt eltagadják, hogy ezek a bankok, ha mondjuk kölcsön ad Magyarországon egy ingatlanra 100 milliót, akkor neki csak 2 millió forinttal kell rendelkeznie. 98 milliót a levegőből akkor állít elő, amikor megnyitja a számlát. Vagyis olyan pénzért, nem létező levegőből előállított pénzért kezdik el szedni a kamatot, pénzteremtés, ami hamis pénz, de a bankrendszernek meg van engedve, hogy hamis pénzt előállítson, fedezetlen hamis pénzt, amivel tulajdonképpen az inflációt gerjeszti, mert az történik, hogy 98 milliót ő a levegőből állít elő, elkezd érte szedni a kamatot, és mivel ráterheli az eladásra kellő ingatlanra, ráterheli jelzálogként, ha az illető, aki megvette, és éppen elveszti a munkáját, vagy megbetegszik, és nem tud fizetni, akkor elárverezi, és hozzájut olyan valódi értékhez, amit ő a levegőből állít. Honnan van egy Csányinak 60 milliárd jövedelme egy évben? Hát ahol egy ilyen jövedelme lehet valakinek, ott azt a rendszert azonnal meg kell szüntetni. Mert az a lopásnak, a rablásnak egy rendszere kész. És miért vagyok én démonizálva? Mert ezt kimondom. Hányan vagytok, akik egyenesen tudtok erről beszélni, akik számon tartasz Magyarországon? Én nem tudom, hogy hányan vagyok. Én azért beszélek erről, mert én akartam írni egy PhD, amikor a Szabad Európa meg, egy PhD a demokrácia elméletből. És elkezdtem utána nézni a dolgoknak, és láttam, hogy azért nincs demokrácia, mert nincs egyenlő esély a gazdasági életben, hanem csak szöveg van. Nem piacgazdaságban, hanem hatalmi gazdaságban. És akkor kerestem az okát, rájöttem, hogy azért, mert magánpénzrendszer van. Azzal mi a probléma? Az, hogy egy szűk körnek, amely a legönzőbb, leggátlásabb, fogalma nincs üzleti etikáról, vagy ha van fogalma, csak annyi, hogy azt kell megszegni. És a rablásra, fosztogatásra kitalált kamat, mert a kamat az első számú terrorista, az, amely pusztítja az emberiséget. A kamatra nincs szükség, az teljesen világosan ki van dolgozva, hogy hogyan működhetne, például a Silvio Gezel kidolgozta, ugye a Wirtschaftsforumban kidolgozta, tehát a természetes gazdasági, hogyan kell működtetni kamatmentesen a gazdaságot. És ő nem volt hülye, mert Amerika egyik leghíresebb közgazdásza, Irving Fisher, akit nem kisebb ember, mint Alois Schumpeter, Amerika legnagyobb közgazdászának nevezett, és ez az,
ez az, az Irving Fisher mondta, amikor a diákok a Harvardon visszamondták neki ezt, akkor azt mondta, hogy, hogy én magamat viszont Silvio Gezel szerint tanítványának tartom, Silvio Gezel argentin üzletember szerint tanítványának tartom. És amikor a John Maynard Keynes, aki lordi címet is kapott, bentek a nagy keynesiánus mostnak a atyáról beszélek, és a, ő hozzá is mentek, hogy mi a vélemény a natürliche Wirtschaftsordnungról. Ugye azt mondja, ismerem, Silvio Gezelli a 21. század. Tehát itt nem hülyeségről van szó, amikor én arról beszélek, hogy amit először az emberiségnek ki kell írtani, az a kamat. Utána fel kell számolni ezt a teljesen fölösleges bankrendszert, amit működik. Elszámolóházak működhetnek. Ezekre a bankárokra, akik tudnak úgy 50-60 milliárdokat keresni. Mit ér a munkája? Mivel kerest azt meg? Azzal, hogy olyan szisztémát működtet, hogy el tudja venni más munkájának az eredményét. Fölösleges. Meg kell szüntetni. De mondd, neked az a számon tartod, hogy foglalkoztat, hogy te miért pont magyar vagy, miért magyarnak születtél, ezzel foglalkoztál? Hát azért születtem magyarnak, mert magyarok a szüleim, és itt éltek, kész. És mivel én magyarnak születtem, nem attól, abból nem tudok kibújni a bőrömből, hogy én nekem természetesen már magyarságom nekem a bőröm, vagy mondhatnám úgy, Magyarország nekem az édesanyám. Lehet egy szerelmi házasságot kötni más országgal is, mert én például, én nekem van is egy ilyen, mert én nagyon-nagyon szeretem Amerikát, na nem a bankárokat, akik szívják Amerika vérét, hanem az amerikai népet, azt az országot én megtanultam megszeretni. Miért? Mert csak jót kaptam tőle. Na most, de azért én, az én bőröm magyar, és én, az én édesanyám Magyarország ezért. És nekem lehet, hogy nem különb a magyar, mint a többi. Sőt, valószínű. De hogy alávalóbb se, az biztos. És ugyanakkor mégis alávalóbbnak kezelik azért, mert Magyarországot kinézte magának ez a szervezett magánhatalom, és úgy tekinti, hogy ez az övé, és joggal, mert már övé a gazdaság, övé a pénzrendszer, övé a kulturális szféra, övé a véleményhatalmi szféra, neki van, aki... Hogy merészel ide jönni a benszülött lakosságnak egy saját vezető réteg, hogy átvegyenek az országnak az irányást? Mit képzelnek? Talán ővék az ország? Nem, miénk az ország. Mert mi megszereztük a gazdaságát, megszereztük a pénzrendszerét, megszereztük a kulturális életének a hegemoniát, megszereztük a... Ez a miénk. És az a benszülött vezetőréteg, amely most magát, mert ugye sikerült neki többséget szerezni, azt képzel, hogy ő az ország vezetője, vegye tudomásul, hogy csak akkor, ha mi megengedjük. És ha beáll minket kiszolgálni. Világos. Miről készülsz írni? Hát most elkezdtem egy sorozatot, az első része már megjelent, ez a leleplező legújabb szám, arról, amit sajnos Iránban se értettek meg, mert én két előadást tartottam ott, az egyik arról szólt, hogy mi a terrorizmus és mi nem, a másik viszont arról szólt, hogy én levezettem, hogy a terrorizmus legfőbb oka és maga ez a pénzrendszer, amely olyan vagyoni, szükségszerűen olyan vagyoni különbségeket hoz létre, amely, és mivel a vagyonhatalom szükségszerűen szélsőséges hatalmi különbségeket hoz létre. És ez a szisztéma olyan, de sajnos az emberi természet is olyan, minden egyes ember maga, én sem vagyok kivétel alól. Hogyha az embernek módjában van alatt, hogy büntetlenül visszaélhet a hatalmával, nagyon gyakran, én nem azt mondom, hogy mindig, de nagyon gyakran is visszaél vele, egyszerűen azért, mert megteheti. Az ember már csak ilyen. Tehát ezért, ha én azt akarom, hogy ilyen szélsőséges pénzügyi, vagyoni viszonyok, és ezekre ráépülő szélsőséges hatalmi viszonyok ne jöjjenek létre, ahhoz nekem meg kell változtatni, globálisan is, országokon belül is, és ember és ember közti relációiban is a tulajdonviszonyokat. Mert a tulajdonviszonyokra tud ráépülni az érdekérvényesítés, vagyis tulajdonképpen az embernek a cselekvő képessége, vagyis az a kis hatalom, amivel minden egyes ember rendelkezhet, illetve embercsoport vagy. Na most ugye ehhez viszont az, hogy
új tulajdonviszonyok jönnek létre, meg kell mondani, hogy milyenek. Hát olyanok, ahol a tulajdon egyrészt természetes személyhez van kötve, tehát a csalásra, bűnözésre kitalált jogi személyek ki vannak kapcsolva. Mert ugye például a szervezett magánhatalom Magyarországot is most jogi személy hadosztályokkal tartja megszállva. Jogi személy hadosztályok állomásoznak itt, és fosztogatják az országot. Na most a jogi személynek az a tulajdonsága, hogy rejtőzködő. El van rejtve az arctalan pénzviszonyokban, meg gazdasági viszonyokban. Nem lehet látni. De itt van a pusztító ereje, és ezek pusztító erejű hadosztályok. Mondom, tavaly is elvittek 2321 milliárdot, az idén még többet fognak elvinni. Tehát a rablás az ugyanúgy folytatódik, mintha fizikai fegyveresekkel lenni, fizikai hadosztályokkal lennénk meg, csak átszázva van, el van dugva. De a fosztogatás mértéke még durvább, és még pusztítóbb erejű. Na most, ezért a jogi személyeket eleve ki kellene kapcsolni így, ilyen módon a gazdasági életből, csak természetes személy lehet a gazdasági élet szereplője. És a természetes személynek is csak annyi tulajdona lehet, amit ő a saját teljesítményével állít elő. Vagyis ezzel el lehetne érni, hogy a tulajdon és a tulajdon nagysága személyes teljesítményhez legyen kötve. Mert ha ez így lehetne néhány száz embernek, például lehetne egy családnak így a személyes munka és teljesítményhez van kötve, például 500 trillió dollár vagyona. Hát nonsense. Ez csak csalással lehet elérni, trükkökkel lehet elérni. De még az ilyen OTP vezéreknek a 50-60 milliárdját se lehet munkával előállítani. Azt is csak trükkökkel lehet. Pénzügyi trükkökkel. Na már most, és az a annak a 50 ilyen milliárdoknak mi a fedezete? Mások munkájának a munkája fedezete rajta. Igen, mert a munka az egy sűrített pénz, a pénz az egy sűrített munka lenne, tisztán, nem lenne felhigítva. Nem, az akkor... csak jel. Szögezzük le mindig, hogy a pénz az jel. Igen, az jel, és a pénz nem ér semmit, hanem mindig azért valamit, amit jelez. És valójában a jelet annak kellene előállítani, aki előállítja azt, amit a pénz jelez. És ez normálisan így kellene neki lenni. De nem így van, hanem van egy szűk embercsoport, amely ilyen-olyan-amolyan világstratégiával el tudta érni, hogy a jelet ő állítja elő, és a jelet ő úgy adja használatra, hogy a munka eredménye nála halmozódik föl. Kész. Na most, tehát a tulajdoni rendszert úgy kellene megváltoztatni, hogy csak természetes személy lehet tulajdonos, és a tulajdonának a mérete az ő személyes teljesítményétől függ. Na most erre azonnal az szokott jönni az ellenvetés, hogy akkor egy szülő hogyan örökíti tovább a vagyonát a gyerekének. Például. Na most, akkor vegyünk példát a Rothschildokról. A Rothschildok mit csináltak? Azt mondták, hogy a családnak a teljesítményét összerakjuk egy kosárba, és annak a hozamát a családfő, ami egyébként a Rothschildháznál tehát a londoni ág első szülöttje, aki egyébként Lordi Langot is üzel, az osztja el a hozamot. Hát hogyha gondoljuk el, hogy az egész emberiség egy Rothschild család, mert minden egyéb vagyon és tulajdon, amit nem az illető saját maga munkájával, teljesítményével hozott létre, az már az emberiség közös öröksége. És ebben nincs semmi különlegesség, mert hiszen közös örökségünk a naprendszer is, meg a föld is, és ott tudomásul veszik, hogy egy ember egyedül, egész életen át egy gombos tücse tud előállítani. Ezt csak végig kell gondolni, hogy nem tud, mert akkor neki bányászni kell vasércet, meg megolvasztani, meg megkengerelni, meg amíg lesz belőle egy gombostű, nem, mert mindenbe, amit az ember használ, korábbi nemzedékek munkája van benne, következésképp abban nincs semmi,
hogy az emberiség eddigi nemzedékeinek a munkaeredményét úgy tekintem, mint olyan közös örökség, mint a naprendszer. Kész. Hát a naprendszer se adja el nekem senki. Vagy ne adja nekem bérbe senki. És így tovább. Mert egyébként megtennék, ha lehetne. Csak azért... Na most ebből mi következik? Ebből nagyon sok dolog következik, mert hogyha valakinek a tulajdona az abból áll, amit ő személyesen állított elő, és mérete is a teljesítményétől függ, és ha ezt a szisztémát átvisszük, nem csak állami szintre, de geopolitikai világrégiók szintjére is, akkor el lehet érni olyan kiegyensúlyozott vagyoni, és amivel a vagyonhatalom hatalmi viszonyokat, ahol már nincs az a szélsőséges vagyoni, pénzügyi és hatalmi különbség, amely lehetővé teszi ezzel a hatalommal való korlátlan visszaélést. Mert akkor a gyengébb félnek is van egy olyan érvényesítő ereje, amivel a másik önzésének gátlást tud szabni. És önzetlen embert, mert az emberbe az önzésre való hajlam mellett megvan az önzetlenségre való hajlam is. Megvan. A gyűlöletre való képesség mellett megvan a szeretetre való képesség. Ezek mind megvannak benne, de hogy melyik érvényesül, az részben függ a kiváltó provokáló tényezőktől. Következésképp, tehát el lehet azt érni, hogy általában egy ember vagy embercsoport önzésének a másik ember vagy embercsoport önzése állja az útját. Vagyis amikor két érdekérvény, ellentétes irányú önérdek ütközik, abból ki lehet hozni egy önzetlen fair magatartást, mert ugyanis amikor az egyik vissza akarna élni mondjuk a fölényével, a másiknak is van annyi ereje, hogy azt mondja, hogy ezt nem engedem meg, és kikényszeríti azt, hogy egy fair magatartás, tehát tulajdonképpen, ha egyenlő a vagyoni érdekérvényesítő erő, egyenlő a hatalmi érdekérvényesítő erő, és az egymásnak feszül, akkor abból ki lehet hozni egy kiegyensúlyozott, fair, erkölcsös magatartást, vagyis az univerzális erkölcs érvényesítéséhez, az univerzális erkölcs ázsiójának a visszaállításához, az arra más tulajdonviszonyokra van szükség. Ennek ilyen, eszerint az elgondolás szerint kellene a világ jelenlegi túlkoncentrált, túlcentralizált pénzhatalmi viszonyait úgy egy vertikálisan és horizontálisan megosztani, hogy vertikálisan szét kellene választani globálisan a pénzhatalmat, a gazdasági hatalmat, a politikai hatalmat, a fegyveres hatalmat, és azt kölcsönös tehát súlyok, ellensúlyok rendszerre alapján kellene arra használni, hogy kiegyensúlyozzuk egymást. De ez nem elég, mert horizontálisan is kellene olyan világrégiókat létrehozni, ahol az önálló érdekcentrumok tudnák egymást kiegyensúlyozni, és így tulajdonképpen a társadalmi igazságosság, az univerzális erkölcs legfontosabb követelményeit ki tudják egymás irányába kényszeríteni, mert nem nőne föléjük egy olyan ellenőrizhetetlen hatalmi fölény, aminek nem tudnak a gyengébbek ellenállni. De ki csinálja meg ezt az átalakítást, ha egyszer a hatalmi elitnek, aki ezt megtehetné, nyilvánvalóan nem érdekel? Melyik hatalmi elit? Mert nem az a hatalmi elit, amit választáson megválasztunk, ahhoz csak a regulációs hatalom kerül hozzá, a szabályozás. Náluk van a gazdasági hatalom? Náluk van a pénzhatalom? Náluk van a kulturális hatalom? Náluk van a véleményhatalom? Náluk van a nemzetközi hálózatok mozgatása? Nincs náluk. Hát ezek ők a gyengébbek. Öttőlük kell várni? Nem. Itt arról van szó, hogy az embereknek egyrészt tisztában kell lenni, hogy ma a világot a szervezett magánhatalom hegemóniája irányítja. A közhatalom csak alárendelt szerepet játszik. A közhatalom csak alárendelt szerepet, szolga szerepet játszik.
Van, nála van ugyan a regulációs hatalom, de ezt a regulációs hatalmát is csak úgy használhatja, hogy a fölényben lévő pénz, egyszerűen a pénzrendszernél kell kezdeni. Ezt a magánpénzmonopóliumot be kell szüntetni, vissza kell állítani a közpénzrendszert, a kamatot azt teljesen ki kell iktatni, nincs rá szükség. Az nem véletlen, itt nem arról, tehát hogy is mondjam, itt nem arról van szó, hogy ne lehessen a vagyont növelni és szaporítani, de ne úgy, hogy uzsora, hogy kamattal, hanem úgy, hogy tessék bevinni a reálgazdaságba, tessék kockázatot vállalni, tessék munkahelyet teremteni, tessék beszállni a piacok keresésébe, tessék munkát végezni. A bankoknak a munkája semmit nem ér, mert fosztogatásból áll. Lényegében azt csinálják, hogy amit mások megtermelnek, azt ilyen-olyan trükkel elveszik. Ez a bankrendszer úgy, hogy van megszüntetendő. Nincs rá szükség. A magánpénzrendszerre nincs szükség. Az állam is ki tudja bocsátani a gazdasági élet közvetítésére szolgáló jeleket ingyen. Tehát itt lényegében azokat a pénzügyi technikusokat kell a hatalomból kiiktatni, akiknek a munkájára semmi szükség nincs, mert semmi értéket nem állítanak elő, csak másoktól elveszik és elosztják. Szóval még egyszer, mekkora az a balaszt, amit ő, ha megszabadulnánk, az akkor mehetne építeni valami gazdaságot? Milyen értelemben? Ha kivesszük ezt a ballasztot, ami ráépül az egész reálgazdaságra, a bankrendszer ráfonódik. Erre a bankrendszerre úgy van, nincs szükség. Azt mondom, ha ezt levennénk, akkor szükség lenne elszámolóházakra, szükség lenne elszámolóházakra, szükség lenne, hogy az állam, a közhatalom bocsássa ki a jeleket, de így erre a bankrendszerre, ahogy van, azt nyugodtan azonnal be lehetne szüntetni. Csak hogy az emberek egyrészt ezt nem értik. A mindenki, aki a véleményhatalomban magyarázza nekik a pénzügyi viszonyokat, ennek a pénzkartelnek a kiszolgálója. És nem is tud másképp gondolni. Bedumálják az embereknek, hogy egyetlen kártyajáték van, a póker. Ilyen, hogy ulti nincs, ilyen, hogy kanaszta nincs, ilyen, hogy bridge nincs, semmi, egy kártya van, ez a kártyajáték, ez a póker, vagyis ez a játék, szerencsejáték kaszinóvá átalakított pénzrendszer, amely egy hazárdírozó, spekuláns szerencsejátékosokból áll, akik semmiféle értéket nem állítanak elő, de állandóan kirabolják azokat, akik dolgoznak. Hát ezek ellen akkor fog a világ pillanatok alatt el tudná söpörni őket, ha kellő számú ember érteni, hogy ezekre nincs szükség. Nincs rá szükség. Fölöslegesek. Helyi pénzeknek mekkora esélyt adtam? A helyi pénzrendszer az annyiban egy, hát több mint 5000 működik, és van amelyik ebből már 90 éve, például a svájci Wir, és nagyon jól megvan, mert azért a svájci bankok egy kicsit, főleg akik kantonális elkötelezettségük van, tehát nem a csúcs bankkárokról beszélek, mert az a nemzetközi pénzkartel, de akik még a izét szolgálják ki, a közvetlen demokrácia alapján működő kantonokat szolgálják ki Svájcba. Svájcba is két hatalom van. Mert van a pénzkartel, ami ott berendezkedett, meg van a kantonoknak a közvetlen demokrácián alapuló hatalma. Na most, tehát a helyi pénzek, azok visszaadják a pénzteremtést a uzsorás bankárok helyett, akik csak levegő pénzt tudnak, fedezetten pénzt előállítani, és ezt is kamatra adják oda, elő tudják állítani a munkával fedezett pénzt, amely pénz bennmarad a rendszerben, mert mindig forog, és tehát a reál tevékenységet mozgatja, vagyis munkához kötődik már az a fedezete. Munkához, termékhez, szolgáltatáshoz kötődik. Na most, ha sok ilyen van, ezzel rendkívül meg lehet növelni az egyes közösségeknek a cselekvő képességét, mert az adott, minden olyan munkában, ahol az adott közösségen belül ott van a munka, a hozzászükséges anyag, a hozzászükséges munkaerő, a tudás, az,
ahhoz már nem kell külső jelet igénybe venni, akkor már a külső jelet csak olyasmihez kell igénybe venni, ami olyasmi technológia, csúcs technológia, ami ugye az adott közösségben nincs ott. És ugye ennek az egésznek megvan a jogi háttere is, mert megvan az Európai Uniós jogi háttere, megvan a magyar jogi háttere is. Igaz, hogy a magyar jogi háttere kedvezőtlenebb, mint az Európai Uniós, mert nálunk túlhatalma van az uzsorás bankárkasznak. Na most ugye itt mindent nincs olyasmi, amit ne tudna elérni.